Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora. Nagy Gergely Miklós, Pető Péter és Bánczegy a mai háromharmadban, amit szokás szerint a kötelezők közleményekkel kezdünk. Az első, hogy továbbra is várjuk a kérdéseiteket a 3.3. kukac 24.hu-ra, hiszen ezekre tudunk válaszolni a napi után adásunkban. A második, hogy ahogy már hallhattátok, Győrben közönség előtti 3.3. felvételt fogunk tartani május 29-én, és erre még vannak jegyek, úgyhogy ha szeretnétek rájuk lecsapni, akkor ezt megtehetitek a leírásban szereplő linken. És a harmadik pedig, amiről már szintén hallott, hallhattatok, hogy szeretnénk, hogyha úgy támogatnátok minket, hogy regisztráltak a 24. Hura. Ezen a héten már meg is érkezett egy hírlevél a regisztrált felhasználók számára. Ezt a hírlevelet a 24.hu politikai újságírói írták. Ez egy választási hírlevél. Hogyha jövő héten már nem szeretnél lemaradni róla, akkor minél gyorsabban regisztrálj. Amennyiben ezt még a hétvégéig megteszed, akkor pedig egy kedvezménykupont is tudunk biztosítani. Ezt pedig a 24.hu első nyomtatott könyvére tudod felhasználni, ami a hetekben meg is fog jelenni ez. Ez Pető Péter szerzőségével jelent meg, a címe pedig A futball soha nem érhet véget. Igen, és most, hogy mindent elmondtunk, rá is fordulhatunk az első témánkra amit talán úgy lehet összefoglalni, hogy Magyar Péter, mert hogy Magyar Péter a héten a bő egy hétben, az elmúlt bő egy hétben tartott egy tüntetés Debrecenben, megtöltötte a Debreceni Kossuth teret, bejelentette a kék DK fogalmát, vagyis hogy inkább meghonosította a kék, kék Fidesz fogalmát a DK-ra a köztudatban. Ezen kívül volt egy ügye, amiben kiderült, vagy hát kiszivárgott az a jegyzőkönyv, ami állítólagosan azt bizonyítja, hogy vargoit itt ráhívta a mentőket, az esetben, amiről már hallhattunk a Frisbee interjúban, az is előkerült, hogy megvádolta a belügyminisztériumot, hogy az internetét korlátozzák. Az is biztossá vált, hogy a fővárosban elindulnak a fővárosi listán, a Tisza pártal, és hát van egy kisebb botrány azzal kapcsolatban is, hogy akkor most lesz-e vita, és hol lesz az EP lista vita. Szóval ez jó sok téma, és biztos vagyok benne, hogy a, nem tudom, szélsőségesen Magyar Péter fanok még többet tudnának elmondani, hogy mit csinált ezen a héten, de szerintem kezdjük el időrendi sorrendben, és akkor talán a Debreceni tüntetéssel. Ugye ez a hétvégén történt, anyák napján, nyilván van egy szimbolikus jelentősége, mivel hogy Debrecen egyrészt a Fidesz fellegvára, másrészt a nemzet fővárosa, harmadrészt pedig a szóhagyomány, vagy a szájhagyomány szerint, ugye 2006 óta nem volt ekkora tüntetés, ellenzéki tüntetés a városban. Na most szerintem ennek van egy olyan olvasata, hogy Magyar Péter nagyon bevállalós, hiszen felvállalta azt a kockázatot, hogy vidékre hív egy a tüntetést, és meg is valósította. De azt akár úgy is lehet nézni, hogy az előző nagyon nagy létszámú tüntetése után egy olyan, olyan célt választott, ami kisebb emberrel is nagyobb teljesítménynek, tehát kisebb létszámmal is nagyobb teljesítménynek fog tűnni. Ti hogy értékelitek ezt a tüntetést? Hát Mindenképpen az első változatban, hogy az első irányba mennék el, tehát azért azok a felvételek a tízezres tömegről tanúskodtak, ez nem túlzás nélkül lehet azt mondani, hogy ez egy óriási dolog Debrecenben. És itt, ha annak a tüntetésnek a, a summáját, vagy a, a fontosságét kéne kiemelni, megint a színpadon elhangzottakra fókuszálnék, bár ott a, például a akkumulátor gyárak ügyében megfogalmazott árnyalt vélemény az később érdekes lehet Magyar Péternek. De tehát egyrészt itt szerintem a, a, a létszám az, 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 szerintem a várakozásokat felülmúlta Debrecenben, és, és ami még érdekes, és erre rájön ez az egész webkamera kikapcsolásos történet, hogy ott valami olyan, szerintem ott valami olyan lélek Tani pillanat is lehetett, vagy valami olyan lélektani mérföldkőfordulat, nem tudom pontosan mi a helyes kifejezése, ugye, hogy, hogy, hogy ott a főtéren tényleg Mr. 20%-oszták Kósa Lajost, és ezen a közönség nevetett. Tehát azért aki járt Debrecenben mondjuk ilyen újságíró történetben, vagy beszél debreceniekkel, és ismeri azt a klímát, és mondjuk a 2010-es években tette meg ezt az útját oda, nekem volt egy ilyen történetem, a, a Vignánszky Attiláról írtam egy portrét még a 2010-es évek első felében, amikor a Nemzeti Színház igazgatójává választották, és, és akkor a, akkor ugye a, a Debreceni Színháznak a igazgatója volt, és akkor beszéltem a debreceniekkel, és hát ott azért, azért egy olyan klímát érzékeltem, ami, ami ezzel teljesen szembe ment, és az, hogy a, a város vezetése, az önkormányzat próbál egy olyan akciót csinálni, hogy kikapcsoltatja a webkamerákat, tehát hogy nem szeretne uh, lebukni azzal, hogy, hogy felsz, felteszi azokat a nadraxias plakátokat. Hát ez, ez, ezt én nem is tudom, még pár évvel ezelőtt is teljesen elképzelhetetlennek tartottam volna. Tehát, hogy itt ez a tüntetéssel szerintem itt megint valami olyan, olyan történt, és ezzel ugye kihelyezte a, a, a Budapesten kívülre ezt a, ezt a felszabadulás, felszabadulást, vagy ezt a felszabadultságot, ami, ami, eddig nem, nem, volt a, a nerben tapasztalható. És hogyha korábban beszéltünk a, az, hogy a, ez a kampány valahogy a kontrasztok kampánya e, egyelőre, és ugye azt mondtuk korábban, hogy a, a, a Fidesz vagy a miniszterelnök kampánya és Magyar Péter kampánya azért itt a hét elején volt Salgótarjánban egy ilyen ellenzéki megmozdulás, és hogyha a kontrasztokra kéne utalni, akkor itt ezt megint elő lehetne venni, hogy nézzük meg azokat a debreceni felvételeket, meg a Salgótarjáni képeket, és akkor szerintem még egy kontrasztot fogunk látni. Csak egy mondat, hogy a, ugye azt nem tudjuk, hogy ki raktak ki abban. Valószínűsíthetjük, hogy Fidesz környékéről érkeztek a plakátok, mert hogy az éppen a Fidesz, vagy a városvezetés, vagy a más akciós csoportok, az arról azért nincs pontos információnk. A Gergő pedig, amit mondott, azt én is szerettem volna, hogy a az ellenzék vonultatta föl a a, nem is tudom most már, hogy kell megkülönböztetni a, mik a jelzők, de hogy a, az intézményesült baloldali ellenzék vonultatta föl a, hát talán a legnépszerűbb, vagy... A sztárjait. A sztárjait, igen, az jó szó. Ugye Karácsony Gergely főpolgármester, Dobrev Klára árnyékminiszterelnök és Tüttő a legmagasabbra rangsorolt szocialista, elpilista legmagasabbra rangsorolt szocialista politikus volt jelen, és hát a azt hiszem, egyik beszámoló 150 a népszó pedig 200 főt ö, említett ugye itt könnyebb a számháborút lezárni, mert ugye ezeket meg tudjuk számolni, hogyha ebben a nagyságrendben, ami azért hát olyan mobilizációs asszimetria, aminél súlyosabbat nem nagyon lehet mutatni ilyen rövid időn belül, és ami legerősebben mutatja meg szerintem azt a veszélyt, ami a, az ellenzékre vár. Tehát szerintem a, kampányban sokat dolgozó és fáradó újságíróknál biztosan sokkal jobban várják a választást a, aha, az ellenzéki pártok elnökei, mert én azt hiszem, hogy valójában minden egyes nap legjobb lenne nekik túl lenni rajta. Tehát egyszerűen nem látok semmilyen dinamikát, ami ne arra be az irány mutat, hogy egymás ellentétes vonalakat nézzünk. Tehát a Magyar Péter köré szerveződő figyelem és mobilizációs készség, és mindennek a látványa összevetve azzal az ellenzéki tehetetlensége, most már tehetetlensége, mert azt gondolom, én nem gondolom, hogy most már számítana a teljesítményük, tehát én nem leíró értelemben mondom, mert szerintem most egy kicsit olyan helyzet, hogy mindegy, mit mondanak vagy csinálnak. Egyszerűen olyan ellentétesek a dinamikák, hogy itt, itt valójában az a reményük, hogy megáll a számláló mint Magyar Péternél, mint náluk egy viszonylag még érzékeltő ponton, és minden nappal, hogy közelebb megyünk hozzá, szerintem annál rosszabb a helyzet. Egyébként a héten pont nekem volt alkalmam a a következő X című választási hírlevelünket, és, és abban pont kitértem rá, és ezt most is tartom, hogy a még jó, mert tegnap, jel, tegnap küldtük el, tehát azért ilyen gyorsan ne változtassuk a véleményünket. Azzal együtt, hogy abban is írtam, és most is tartom, hogy a legkiszámíthatatlanabb korszakában vagyunk a magyar újkori magyar politika történetnek, tehát amit most mondunk, az a mostani tudásaink alapján érvényes, és lehet, hogy mire elhagyjuk a stúdiót, mert más tudásaink lennének a, ebben a helyzetben. De abban is azt mondtam, hogy június 8-a szintén még egy brutális pillanata lesz a, a, az intézményesült ellenzéknek, és olyan mértékű tömeg lesz szerintem a hősök. Ténye. a jelenlegi tudásainkból az következik. Olyan mértékben fogja uralni Magyar Péter azt a hétvégét, és olyan mértékű mobilizációs erő lehet benne, tehát magyarul fotelből föl olyan, aki eddig nem kelt föl, és szavazhat másról olyan, aki akinek laza a kötődése, hogy az még egy nagyon súlyos veszély nekik. Tehát ebben az értelemben én azt hiszem, hogy Debreceni az egy nagyon komoly mérföldkő volt mert ez egy másik pont, amiről Gergő szintén említette a szót, és hiszen nagyon fontos, a kockázat itt az volt, itt nem mernek bemenni ellenzéki politikusok hosszú ideig, az volt, hogy elborították a teret, és a főtéren tömegével voltak ellenzékre szavazó emberek, akik ellenzéki beszédeket hallgattak, Mondom, még nem csak a kockázatvállalás, mert az egy dolog, hogy kockázat elvállalom, de ha hat ember előtt kell ezt csinálnom, ugye akkor, nem, akkor a kockázaton valójában vereségbe fullad. Itt egy tömött tér volt, szóval ebben az értelemben nagyon, nagyon olyasfélék a dinamikák, amik nagyon kedvezőtlenek szerintem most az ellenzéknek, és nagyon kedvezőek a magyar Péter felé szerveződő erőnek. És most a Rebek az elején mondta, hogy hány téma van, és hogy mind róla szól. A napi utánban is, amely majd kedden jelenik meg jó részt hozzákapcsolódó kérdések vannak, nem azért, mert kiszerkeztjük a nem hozzákapcsolódó kérdéseket, hanem olyan fölényben érkeznek a hozzákapcsolódó kérdések, hogy az szinte kezelhetetlen minden más témával szemben. Tehát nem is tudom, hogy hány per, mi az arány, hogy mennyi magyar Péter jut egy nem a magyar Péter, de, de jelenleg a politika iránt érdeklődő embereknél világos, hogy ez létezik, és nincs más. Uh van ez a kék Fidesz szófordulat, amit igazából már azért szerintem korábban is használt, vagy korábban is volt az tetten érhető, hogy a DK-t ugyanolyan ellenfélként határozza meg, mint a Fidesz, de ez a kék Fidesz, ez egy újabb, és igazából ugye a debreceni tüntetés után volt az, hogy ezt azóta rendszeresen használja visszatérő szófordulatként, hogy mit gondoltok, ez, ez, ez elsülhet rosszul, lehet egy olyan hatása, hogy akár elidegenít olyan szavazókat, akire ő potenciális választóiként tekinthet, vagy hogy igazából az van, hogy ő, ő most mindent, mindent visz. Mert én, én, csak azért, mert hogy alapvetően szerintem a Magyar Péter jelenségben van egy olyan is, nyilván nagyon sok faktor van, és minden, minden mellette szól, de van egy olyan is, hogy ő a Fideszből jött, és ezáltal például nagyon sok embernek egyfajta ilyen bűnbocsánatot is jelképezhet, hogy egyébként az a, az a fajta dolog, hogy amúgy nem lehetsz úgy ellenzék, hogy korábban szavaztál a Fideszre, mert hogyha tartozol a rendszerhez, ez szerintem egy újítás, mert hogy mondjuk már Péter is mondta azt, hogy ő szavazott korábban a Fideszre, de ő nem volt a rendszer része, hiszen Magyarországon nagyon sok ember mert van, aki így vagy úgy gazdasági vagy családi okokból kötődik a nerhez. És ez most egy ilyen felszabadulás érzés lehet akár számukra is, hogy attól, hogy valamennyire benne vagyok a rendszerben, attól én még ugyanúgy felvállaltom, hogy igazából szeretem ezt az országot, kivihetem a piros-fehér zöld zászlót, és kiállhatok uh, Magyar Péter mellett, és, és megkapom ezt a lehetőséget. És ugyanez viszont most ugye a DK-soktól elvétetik, mármint, hogy azzal, hogy ők viszont kék fideszezve vannak, elveszik az a lehetőség, hogy ők nyugodt szívvel lehetnek ennek a közösségnek a tagjai. A, szerintem nagyon érdekes stratégiai dilemmák vannak benne, hogyha kezdném a legelsővel, ami engem legjobban érdekel, és a legkevésbé vonatkozik rá a kérdés, mert egy nagyon érdekes fővárosi stratégiai dilemma van benne Karácsony Gergely számára. Ugyanis ugye a Kék Fidesz és a Magyar Péter DK viszony világos elideglőése, ugye azt jelenti Karácsony Gergely számára, aki a DK dominálta listát vezeti, hogy van egy ellenfele a Magyar Péter, és a minap már ugye az ő listán is kereste azokat, akik kötődnek a rendszerhez. Ugye nyilván az ő rajta lévő nyomás, meg az őt támogató erőforrások miatt erre szüksége van, hiszen ahhoz, hogy a közgyűlésben az ő listájáról többen legyenek, magyart valahogy lejjebb kell tartania. Na de a Magyar Péternek nincs főpolgármester öltje jelenleg, és nem tudok biztos méréseket, de minden ösztönöm azt súgja, hogy írtózatos többségben lehetnek a Karácsony Gergely szavazók a magyar Péter lista szavazók között, vagy legalábbis biztosan nem Szent Király mérhetünk ebben a kategóriában. Ergo, ugye karácsonynak ez egy nagyon érdekes stratégiai dilemmája, hogy milyen mértékben és milyen keménységgel és milyen gyakorisággal lehet Magyar Péter felé menni, mert egy, ugyanakkor, ha nem teszi, akkor a saját lista egyengít gyengíti értelmszerűen, tehát kevesebb képviselője lehet mondjuk a közgyűlésben, mint egyébként sajátja, és több Magyar Péternek, illetve a Magyar Péter pártjának, viszont ha Magyar Péter pártját izomból támadja azért, hogy megerősítse a saját listáját, akkor meg ott van az a kockázat, hogy az elidegenít olyan szavazókat, akiknek egyébként ő lenne a természetes választás, mint főpolgármester. Szóval nagyon annyira komplikált most szerintem a térkép, hogy nagyon érdekes stratégiai dilemmák vannak benne. Ilyen egyébként a nagyobb vagy a másik rész is, amire a kérdésed azt hiszem közepe vonatkozott, ami meg a, ami arra vonatkozik, hogy ebben a pillanatban jó választás-e a DK-t bekeríteni, és lényegében mindenki felé és nem is tudom, hogy egyébként tudatos stratégiai döntések ezek, vagy az ösztönei viszik, erről nincs erős meggyőződésem, nem tudom. És én sokat gondolkodtam rajta, mert először volt egy olyan érzésem, hogy, hogy, hogy megpróbálja ezt a 30, most már 30, 30, 30 napot, anélkül végigvinni, hogy nagyon elidegenítene Különösebb szavazói csoportokat, hiszen olyan könnyen szedte le a pártok széléről a, a szavazókat, hogy abból még esetleg mehetett volna tovább, és akkor nem kell lejátszani ezt a meccset most ebbe a 30 napban, hanem majd még ráír, ugye abból a pozícióból, amit megszerez, domináns párt lehet az ellenzéki oldalon, Fidesz-szel szemben álló oldalon, és onnan ráír ezt megcsinálni. És valószínűleg megérezték, hogy vagy azt érzik most, vagy azt érzi most, hogy már nincs ez a tétje benne. Tehát, hogy egyszerűen olyan erős a támogatottsága, és olyan nagy, hogy megteheti azt, hogy hogy ott világosan leválasztja a DK szavazókat. Egyébként kisebb is a kockázat már neki benne, hiszen a DK már meg akarta tenni valójában, hiszen a DK maga úgy döntött, egy ponton, hogy Magyar Pétert erősen támadja. Ugyanebből a logikából neki is meg kellett állítani valahogy azt az áramlást, vagy feltételezett áramlást, ami a saját szavazó és Magyar Péter szavazói között van. Éppen ezért ők már elkezdték támadni, tehát ebből a szempontból a magyar valójában egyel kisebb kockázatot vállalt, hiszen a DK kinyilvánított az álláspontját, meg ő is. Tehát most itt egy az egybe van a két, két, állítás, és innentől a választókra van bízó valószínűleg, hogy, hogy mit gondolnak. Nyilván a DK összes reménye az, hogy sikerül Fideszes vagy nem baloldali és vagy akármilyen szereplőként bekeretezni, miközben Magyar Péter meg azt gondolja, egyébként az is lehet egy stratégiai megfontos, azt gondolják, hogy onnan már nincs tartaléka, tehát ami a DK-ról lejöhetett, lejött, viszont vannak olyan bizonytalanok, kutyapártiak, sorolhatnánk azokat a választói csoportokat, ahol ez elképzelhető, ahol egy világos gyurcsány elhatárolódás, tehát egy kizárása mindenféle, sőt azonosítása és az Orbán gyurcsány tengely felrajzolása, meg mozgósíthat olyanokat, akik egyébként, egyébként nem lehetne. Szóval mondom, így igazából így nagy lehet elemezni, de kicsit azt gondolom, hogy az ösztönei viszik, és eddig semmi nem utal arra, hogy rossz irányba, ezt majd nyilván a eredményező tábla megmutatja, de, de inkább azt nekem, az, nekem az ösztönöm, hogy, hogy jelenleg neki nincs ebbe kockázat, érdemi kockázat már. Szerintem sincs. Tehát ha a DK szavazói közül biztosan lesznek olyanok, biztos van egy olyan olyan, olyan kör, aki bármeddig Gyurcsány Ferencre fog szavazni. Lehet, hogy ez a kör folyamatosan csökkenni, fog, nem tudom. De hogy, hogy van, amit, ami megszerezhetetlen más politika erő számára viszont van egy olyan kör, ami igenis elvonható, és szerintem ezt a mozdíthatós DK kört, vagy ezt a dk réteget, ez a kék -ez azért nem nagyon fogja nagyon megbántani. Nekem elmondok egy ilyen személyes történetet, csak azért, mert szerintem megvilágító erejű. Van egy ismerősöm, aki eddig már hosszú évek óta DK-sként azonosította magát, és azon túl, hogy a DK-t tartotta a legjobb ellenzéki pártnak, a, a magyar-bálint féle mafiállam fogalmát használta rendszeresen. És neki a politikai identitása, vagy a gondolkodása erre a két oszlopra épült, és nekem a, a múlt héten azt mondta, hogy ő most jött rá, hogy ő nem szavazó. Tehát, hogy eljött egy olyan pillanat, tehát, hogy, hogy ez is egy érdekes, valószínűleg ez sem egy ilyen nagyon meghúzható vonal, hogy akkor pontosan ki vagy nem, ezt nem lehet megállapítani ilyen leíró értelemben, de hogy ezzel a Magyar Péter történettel neki lett egy olyan hívása, vagy egy olyan dilemmája, vagy egy olyan hatás, vagy ez a dolog egy picit kibillentette ebből a Digi politika identitásából, amihez természetesen hozzájárult az is, amit hónapok óta mond, hogy mennyire elege van az ellenzékből és a DK-ból is, mert nem tudom, fölveszik a milliós fizetéseket, tehát ez az általános ellenzék elégedetlenség is ott volt, de hogy őt, őt például ez, ez, ez el, elhúzta, és hogy különösebben ezzel igazából már neki nincs problémája, hogy a, a, a DK-ra ezt mondja. A nagy a kép pedig az, és ez, ez, ez a magyar Péternek mondjuk az egyik uh, újítása, hogy hogy a saját politikai identitását Orbánnal és Gyurcsányjal határozza meg, és a kettő közé egyenlőség jelette Az, hogy ennek uh, később milyen uh, nehézségei lehetnek, azt, uh, azt nem tudom, leadódhatnak ebből problémák, akár például a, a, a fővárosi közgyűlésben is, mindjárt, de, uh, de jelen pillanatban uh, ez szerintem egy elég uh, az ő szempontjából egy elég hatékony találmány, mert ugye a két uh, szereplő közül a, a, egy, egy átlagos szavazó valamelyiket azonosítani tudja, hogy akit nem szeret. És hogyha kitesz két ilyen bábút, és mind a kettőre ugyanúgy mutogat, akkor va valamelyikre azt tudod tényleg mondani, hogy hát tényleg akkor ezzel. Vagy, vagy akár mind a kettő egy probléma. Ugye vannak olyan vélemények is, hogy ugye 2000-es tudom, 2000 évek közepe óta az a problémája magyar politikának, hogy ez a két szereplő uralja, és a köztük lévő olyan, olyan feloldhatatlan gyűlölet, meg nem tudom mi van, vannak ilyen, ilyen értelmezések. rájuk is rezonál ez a fajta megközelítés. Amit a Peti mondott ugye a, a, a fővárosról, ott, ott, ott én Annyiban ö, vitatkoznék, vagy, vagy egy másik szempontot felvetnék, hogy, hogy egy ilyen nagyon karácsony karácsonygergelyes szituáció kezd kialakulni. Tehát ez a, a karácsony paradox, vagy nem tudom, ez hogy lehetne összefogni, hogy tulajdonképpen ugye karácsony vezet egy listát. E, és ha egyébként az lesz a vége, hogy, hogy ez a lista nem lesz annyira erős, mint ami egyébként erős lehetne a magyar történet nélkül, lehet, hogy ez karácsony Gergely nem fog annyira bánni, mert hogy nem lesz annyi dékás körülötte, lehet, hogy ő egyébként a tiszásokkal, vagy a kutyákkal, vagy a, hát a momentumosokról még beszélve, egyébként szerintem a Kutyapárt, meg a momentum szerintem egy szövetséges se lesz a karácsonynak, de de lehet, hogy a magyarral, és lehet, hogy még a vitézékkel is könnyebben meg tud bizonyos kérdésekben állapodni, úgyhogy, úgyhogy ha az lesz a június 9 i választás végeredménye, hogy, hogy nagyon sok kis frakció, vagy olyan kisebb méretű, vagy nem, tehát nagy, nem, nem frakció, hanem ö, ö, sok párt bejut ebbe a közgyűlésbe, ö, ahol majd egy ilyen állandó alkudozás kell, az tulajdonképpen a karácsony karakternek ö, 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 közel fog, vagy a karácsony karakterhez ez passzolni fog. Á, én részben vitatkoznék. Ö Egyrészt az egyetértek azzal, amit a karakterről mondasz, meg a karácsonynak a politikai képességéről. Szerintem is ez a legjobb politikai képessége, és valójában ez a legérdekesebb is, hogy mindig mögött esnek el az emberek, de ő álva marad. Ez egy nagyon érdekes más típusú képesség, mint Orbán Viktoré, de állandóan a pozícióban tartja és képes társ demokratikus legitimációt szerezni maga mögé rendszeresen. És a magyar nélkül én tökre egyetértenék veled, ha a kutya és a Momentum és a DK listával kellene koalícióban kormányozni, akkor valószínűleg az a legkényelmesebb karácsonyi pozíció, pontosan ezekkel az ellensúlyok miatt ő meg tudja teremteni ezeket a kompromisszumokat, és valahogy kormányozhatóságot tudna garantálni Budapestnek. Én a kormányzó hatóságában kételkedem most, ha nagyon bonyolult lesz a képlet. Tehát ha egyszerre négy-öt frakcióval tudod megteremteni a többséget, vagy három-négyel, vagy ha vagy ha a sajátoddal, de hogy a kutyák akkor mi van, ha pont a DK-val nem akarnak. Tehát egy nagyon bonyolult képlet jöhet ki, mert valójában ha, tehát egyszerűen majd nem látjuk a képleteket, tehát ha úgy van többség, hogy vitézi magyar, és a kutya tud többséget adni, most mondtam egy képletet, miközben a mögötted álló frakció kisebbségben van, a Fideszsel együtt, DK-Fidesz, akkor ott a magyarnak nem érdeke be menni egy olyan helyzetbe, ahol bármelyik módon ö, a általad ilyen bábus rendszerben mondott, bár még bábúhoz közeledne. Tehát, hogy, hogy egyszerűen szerintem ma, ha van megjósolhatatlan része a választásnak, az a fővárosi közgyűlés és a Budapest kormányoztatósága, ott nekem egyre beláthatatlan, hogy kinek mennyi, és ezek közül a kinek mennyiből végül, hogy momentumról beszélünk. Ha van magyar, van momentum? Arról én nem vagyok meggyőződve. Alapból azt mondtam volna, hogy Budapesten egyszerűen annyi ellenzéki szavazó, hogy a momentumnak mindenképpen ben kell lenni, bármi is az LP eredmény, mert egyszerűen túl sok ellenzéki választó van ahhoz Budapesten, hogy ne jusson öt a Momentumnak, vagy nem is a a kutyának. Most én nem tudom kiszámolni a vitézi listával, a magyar listával, a Momentum, a kutya, és a, ugye a dk lista sem igazi dk lista, hiszen karácsony van az elején, tehát ott is bonyolultabb egy, egyel, mintha sima dk lista lenne. Szóval szerintem ez a legkiszámíthatatlanabb része. Én nagyon kíváncsi mert utána biztos, egy műsort érdemes átbeszélni, külön erről, mert... Igen, de azért azt vett hozzá, hogy a, a fővárosi közgyűlésben azért van egy csomó ilyen nagyon praktikus dologról, amit szavazni kell, tehát a csatorna utak, stb. Tehát, hogy ott nem, nem biztos, hogy olyan nagy szakmai, meg ideológiai hát kérdések a... lehetnek. Hát most az, hogy... Ugye a magyarnak te... ez az de... egyetlen vitapozíció. Tehát az EP-ben nincs vitapozíció. Tehát ahol te politikai értelemben képes vagy megmutatni, hogy Gyurcsányal vagy Orbánnal vagy, most leegyszerűsítem nyilván a képletet, az a fővárosi közgyűlés lesz. Igen, de hát ott, ott lesz, mit tudom én, egy színházi igazgató választás, ott lesz benne két név, valahogy szavaznia kell. Nyilván, nyilván, de az, hogy a mindennapi működés feltételei azért az egy koalíció, tehát azok a döntések azért úgy mennek át, hogy általában a szövetséges koalíciós pártok így nagy számban átengedik, és akkor minden tizediknél, huszadiknál, századiknál kialakul egy szimbolikus politikai vita, egy színházigazgatóról, egy a garancsi, plakátról. garancsi plakátról, stb. De valójában mindennapi működésben ugye a koalíciós pártok igazából át áteresztik a döntések többségét, és ezek a szimbolikus ügyek, aminél ugye ez kirajzolódik. Meg még egy mondata előtte elmondottakra, amit a Gergő mondott, az azt az szintén az érdekes rész, hogy ugye a DK-nál még egy fontos tét van, és a magyar ezt tétet, vagy, vagy, ezt a hitet azért szintén porrá zúzhatja június 9-én. Ugye a DK történt az utóbbi években arról, szó, szóval most arra reagálva, amit a ismerősöd történetéről mondtál, hogy mi vagyunk a legnagyobb ellenzéki párt. Tehát az identitás igazából arra épül, hogy egy ponton úgy se lesz senkinek más választása, mert a DK a nagy, és amennyiben le akarod váltani az Orbán rendszert, akkor úgyis kell egy nagy párt, és mi, mi vagyunk a legnagyobbak, a többiek egyre kisebbek, jelentéktelenebbek, ezért egy ponton úgy is körénk szerződik, és ezt igyekeztek igazolni az úgynevezett politikus igazolások, és sorolhatnánk azok árnyék kormány, amely mind azt próbálta szimbolikusan jelenteni, hogy valójában ez az ellenzék. Na most, ha ki lesz a táblára egy magyar fölény a dk szemben, akkor egy ilyen alapidentitás elemet tör ketté, és ott a DK-nak szerintem van egy maxvazói kérdése akkor utána. Tehát a következő időszak, amit azért nem tudom, mit fog történni június 10-én, de azért nagyon, már hogy egyik pártnál sem, de egy nagyon érdekes kérdés lesz, mert ha ott ez a maxvazói tudat is megszűnik, akkor nyilván a gyurcsány rajongók örökké maradnak, de hogy azon túl még bele tudnak-e marni a többiek, ott szerintem újra kinyílik egy kérdés. A fővárosi listával kapcsolatban ugye az is van, hogy ehhez jelöltek is kellenek, és hogy minden jelölt valamennyire, majd a Tisza párt esetén, ami ugye nem volt nyilvánvaló, hogy ők, nyil, hogy ők indulnak. Minden jelölt valamennyire kockázat is, hiszen azért azt látjuk, hogy ez egy viszonylag gyors jelölt állítás volt, tehát, hogy néhány hónappal ezelőtt, mivel nem is tudták, hogy létezik a párt, ezért nem lehetett egy ilyen, nem, tudom, olyan munka mögötte, hogy egy hosszú kiválasztási folyamat előzhette meg, ez nem történt meg, és most beletek jelentve jelöltek, akikkel kapcsolatban vannak is bonyodalmak, és hát ki tudja, hogy milyen esetek derülhetnek még ki. Miért éri meg, vagy megéri-e Magyar Péternek vállalnia ezt a kockázatot, és egyébként akár, hogyha tök jól szerepelnek és bejutnak, utána hogyan lehet ezekből az emberekből amúgy pártszerű pártszerűen működő közösséget kovácsolni? Hát, ez egy nagyon-nagyon nagyon nehéz kérdés, és egyébként én azt gondoltam, hogy nem fog fővárosi listát állítani. Tehát, hogy én ezt nem tudom, hogy hogy ott mit pár héttel ezelőtt még nem tudtam azt elképzelni, hogy a fővárosi közgyűlésben tud-e valami olyasmit Nyerni, valamit hozni, ami, a, ami neki megéri az, hogy ott lemenjen az ilyen napi ügyekbe, ott civakodni, hogy akkor most beáll a, nem tudom, milyen cég kinevezés mögé, vagy nem áll be, és akkor, szóval, hogy ott elaprózódik ez a párt. És akkor egy nagyon, egy nagyon érdekeset húztak tulajdonképpen, és nagyon. Tehát ez valahogy ilyen 19-re lapot húzós eset volt ez, tehát hogy nincsenek is, meg nem is voltak meg ezek a, a fővárosi arcok, nem tudom, hogy azok az arcok, akik majd be fognak ülni, azok a politikusok mennyire értik a, a fővárosi politikát szakmai ügyekben, egy előterjesztésben, mennyire felkészültek, és itt jött akkor valószínűleg valami, valami, intuíció, vagy valami ösztönösség, hogy tulajdonképpen a, a láthatóság miatt, meg az, hogy még többet beszéljenek róla, meg mégis a pozíciót Szereznek, tehát hogy el tudja kezdeni ezt a pártépítést, akkor itt, itt a, a pro érvek valószínűleg több, többek lettek, mint a, mint a, az, az ellenérvek, és ezért ö, ö, döntöttek végül is így. És mennyire lehet benne az, hogy ez egyfajta ilyen teljes pályás letámadás az ellenzékkel szemben, vagy ezután igazából így nem lehet azt mondani, hogy nem tett meg mindent azért, hogy amennyire tudja megsemmisítse a létező ellenzéket? A... Bocsé, még az előződre, mert azt szerintem egy nagy, az, hogy a kettőre együtt, mert azt nagyon fontos kérdés, és hát én ezt nem látom a legkevésbé, de az hozzátartozik, hogy eddig a magyar Péterben minden atipikus. Tehát valójában én néhány hónappal ezelőtt mondtam, hogy adásban azt nem tudtam elképzelni, hogy pártot sem, vagy pont a Gergőne mondta, hogy bejut az LPB-be, én meg nevetgéltem, hogy hogyan jutna be valaki az lp be két hónap alatt, vagy nem tudom. Tehát, mi, tehát az a párt és az a mobilizáció, az a növekedés, amit ő csinál, mindenek ellen mond, amit Magyarországon láttunk. Hát Magyar ilyen pártrendszerre kapcsolatban. Ilyen, hogy ilyen szereplő még nem volt 90 óta. Tehát, hogy bocsánat, hogy szovátba vágtam. Tehát, hogy tényleg ez az atipikus, ez az, ez, ez az egyik legjobb jelző. Tehát, hogy, hogy olyan, hogy valaki nem úgy, úgy tud ilyen szintre jutni, mondjuk közvénykutatásba, és hát valószínűleg az LP választás eredményén is majd egy olyan számot fog kihozni, hogy tényleg pár hónap alatt. Nem úgy, hogy elkezd egy pártot, tehát politikusként. Ugye amikor ő belépett a nyilvánosságba, nem politikus volt, és ez az egész ilyen valóságsó, meg nem tudom micsoda történet, ez, ez ugye nagyon-nagyon cikázott, és akkor most, most, most jött ki tulajdonképpen egy hónapja, vagy másfél hónapja. Igen, most már másfél hónapja, hogy a politika lesz. És rettenetesen sok ellentmondás is van benne, tényleg atipikus, besorolhatatlan. A lépéseit tényleg nem is feltétlenül a politikai logika nem is mindig igazolja vagy vetíti előre. Úgyhogy igen, ez, ez egy fontos. És persze Magyarországot mindig különlegesnek tekintettük, mert viszont nem atipikus a régióban. Tehát a, szinte minden országban láttuk a környező országban, szinte minden az túlzás. Több országban láttuk a régióban, hogy vannak ilyen típusú szereplők, akik néhány hónap alatt fölépülnek 10-20 százalékokra, akár kormányzati pozícióhoz jutnak. Itthon valamiért volt az a megrögzülés, egyébként valószínűleg egy tanult tudás, mert az ellenzék azon volt, hogy 14 évig elhitesse mindenki, vagy olyanok a médiaviszonyok, olyan a politikai helyzet, olyan Fidesz erőforrás fölénye, egyszerűen bizonyos szám fölé nem tud menni egy szervezet. Itt még nem biztos a Fidesz én azt hangsúlyozom, de az biztos, hogy azt, a, azt, már megdöntött a magyar Péter, hogy nem lehet x százalék fölé menni, hiszen a jellegi mérések átlaga 15-25-ig mérik, mondjuk vegyünk egy 20-as átlagot, azt azért nem érték el ellenzéki pártok önmagukban már hosszú évek óta. Példa volt rá azért a Orbán rendszerben. Tehát, hogy ez eleve egy olyan atipikus eredmény, ami már kérdéseket vet fel, és a tipikus válaszom az lenne a kérdésedre, hogy nem lehet így pártot csinálni. De ugye miért gondoljuk, hogy a tipikus válasz helyes egy atipikus helyzetben? A Fidesz azt gondolja egyébként, hogy a tipikus válasz a helyes, mert ugyanazt a logikákat alkalmazza minden esetben, mint a korábbi ö, föltűnő és potensnek tűnő és vagy esélyesnek tűnő politikus esetében. Ugyanazzal az eszközrendszer, ugyanazal az erőforrás többlette, ugyanazokkal a szereplőkkel próbálják megsemmisíteni politikai értelemben, és ugyanúgy lezárni a táborukat. Lehet, hogy ott működik a tipikus megoldás, de alapvetően egy pártot, ugye nem véletlen az sokat nyilván a viccelődés tárgya is lett, de azért az nem véletlen, hogy egy szakkollégiumból épült a Fidesz. Tehát olyan nagyon régi ismerettségek, nagyon súlyos lojalitások, nagyon sok közös titok, az összezárja ezeket a szervezeteket, és a növekedés nagyon sok pontjáig azért ezek az emberek együtt Mennek és irányítják, de egyébként a boston politics, amit szoktam én, de sokan szoktak emlegetni. Példakönyként ott ugye egy bostoni demokrata polgármesterről van szó, aki szintén hasonló ismeretségi hálókon és bizalmi körökön építkezik egyre, főleg a hatalomgyakorlás során az nagyon nincs előtte még hogy hogy lehet úgy pártot építeni, hogy csak a legteteje van meg. Egyszerűen nincs idő. Pont a vidéklistáknak ugye a visszahúzása lényegében ezt jelenti, szinte biztosan egyszerűen időhiányban, aki jelentkezett, potensnek tűnt, jó volt a CV-je. Rátették, és ugye néhány nappal később, gondolom a nevek megismerése után annyi információ jöhetett, arra, hogy ki az az ember, mit csinált, honnan jött, milyen múltja van, hogy egy ponton annyi kockázatnak tűnt, hogy egyszerű volt vissza, húzni, mint egyesével végig, meg időhiány is volt nyilván végigmenni ezeken. Tehát ebben az értelemben ez nekem egy nagyon nehezen látható, hogy a mozgalom hogyan tud úgy pártálni, hiszen a mozgalom most az, hogy megy egy platós autón, és emberek hisznek benne. De ez egy nagyon más, mint egy pár struktúrát működtetni, mint szakpolitikákkal foglalkozni, mint, mint elnökséget kinevezni, mint hagyni tíz embert nyilatkozni, Hát igen, csak közben az ő történetében az is benne van, hogy először ez sem volt belőle kinézve. Szóval először az volt, hogy nagyon más posztolni, mint elmenni az emberekhez. Akkor elment az emberekhez, akkor nagyon más elmenni az emberekhez, mint összehozni nagy tömegrendezvényt, és így tovább. Szóval Abszolút benne mondom, van, hogy a... eljut egy ponton addig, hogy. Az, igen, ezért kezdtem így, hogy valójában tipikus válaszom van, és eddig minden atipikus volt benne, tehát nem tudom, majd meg fogjuk látni. Azért nagyon keveset láttunk olyat, szerintem, a térségben, amikor ezek az ilyen típusú mozgalmakból tartósan. tartósan meg lehetett volna tartani. Pont azért, mert egyszerűen nem tudod, meg nincs az az időd és az a alulról való építkezésed, ami ezeket a bizalmi helyeket, normákat, közös történeteket kialakítaná. Lehető a régióban az egyé, nem ezt állítom, mert mondom, állítottam olyasmit, amire volt, szóval nem állítom, de de hát azért az nekem nagyon nagy meglepetés lenne, ha ezt a gátat is ilyen nagyon könnyedén ugraná. Nem ilyen, meg persze a könnyedsége vagy a nehézsége is egy újabb kérdés. Tehát lehet, hogy lehet, csak hogy a tempója olyan, -e, mint az első szakasznak, abban már biztosan nehezen látom, hogy ez tehát utol tudná érni a következő két évben a struktúraépítés, azt a növekedési tempót, ahogy, ahogy növekedtek ugye ezt a legkisebb szinten is, ha egy kis céget csinálnak az emberek, vagy kis szervezetet, civil szervezetet, ott is ugye ezek az állandó dilemmák, amik nehézét teszik, hirtelen nagy van nagyobb tagság, mint amennyire a struktúra megvan, és ezekből szoktak a nehézségek lenni, akár cégeknél növekedési nehézségek, akár civil szervezeteknél, nem tudom, működési problémák, mert hirtelen megváltozik az a keret, amiben addig működtek, és újabb nehézségekkel szembesülnek. Ez nyilván egy párt esetében is hasonló szervezeti kihívásokat jelent. Igen, hát egy egészen elképesztően nagy flót látunk, és én azért abban is biztos vagyok, hogy ez van, megfogva fog valamikor akadni, és amikor majd jön a, nem tudom, a, az apály, akkor az egyik, az egyik fő kérdés valóban ez a szervezetépítés lesz, illetve politikai kérdések lesznek. Ugye, szerintem nagyon tehát az, hogy Magyar Péternek az a pártja milyen világnézetekre, milyen politikai ideológiákra épül, vagy épülhet, azt ma még azért valamennyire látjuk, de azért, azért itt nagyon-nagyon sok nyitott kérdés van. És amikor. Ugye leszoktunk, és nem véletlenül szoktunk le, meg a nyilvánosság is, hogy akár szakpolitikai, vagy, vagy, vagy tényleg a, a, akkor föltegyük azokat a kérdéseket, hogy mi, mit jelent ma a baloldali politika Magyarországon, vagy minek kéne lenni a baloldali politikának. Én ezt már sokszor beszéltem arra, én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy, hogy az Orbán rendszer elleni kihívás valahol, valahonnan baloldalról Fog jönni. Ehhez képest ez is egy olyan dolog, ami teljesen atipikus a Magyar Péterben, tehát egy teljesen váratlan helyről jelent meg. Ezt ez csak oda akartam kifuttatni, hogy hogy igen, szóval a szervezetépítéshez még azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez egész pontosan milyen politikáról beszélünk, a, ez a, van ez a Centrista megközelítés, valahogy ennek ki kell majd valahogy kristályosodni, mert nyilván azért az lesz az a mágnes, ami ebbe, ezek, ebbe a körbe, vagy ebbe a pártba az embereket bevonza, hogy az mégis egyet tudnak érteni mondjuk olyan dolgokban, tehát nem kell nagyon bemutatkozni egymásnak, két embernek világnézetileg, hogyha egy pártba találkozik. Azért ez, eddig ez alapvetés. De nem hát az azért annyi, hogy a Magyar Péter. még ezt is felül fogja írni, nem tudom, még ja. ez se elképzelhetetlen, de... A, a, a kérdés... Hát, mert csak azért, hogy szerintem például a Fidesz esetében is egy csomó esetben maga Orbán Viktor személye az, ami igazából igen, ez a fajta mondjuk, ragasztó, a és nem az, hogy Zoltán milyen ideológia, a, hogy én jobb vagyok. A hajtásokig mindenki oda gravitál. Igen. igen. de a nagy kérdésebe egyetértenek. Migráció. Igen. Gender. És azért az, hogy jobb oldaliak azért a jobb okay. oldal a... oldal a, Fidesznél, most az más kérdés, hogy ez kinek mit jelent. Ez a szavazó szempontjából. De, de azt mondják, hogy mi egy nagy jobb oldali párt vagyunk, vagy egy nagy konzervatív párt. Azért ez egy olvasztó tége. Ez kétségtelen, hogy ebben nagyon sok ellenmondásos dolog is bele tud férni, vagy egymással nem összeférhető ideológia, de azért ez mégiscsak valami, amit mondanak magukról. Ugye ez szerintem nem megkerülhető szerintem, se egyébként én is mindig azt gondolom, mai napig egyébként, hogy a Fidesz politikájának csak baloldalról lehet ellentörténete. Más kérdés, a rendszerének nem, és ez egy érdekes, fe, érdekes strukturális kérdés szerintem. Ugye az ilyen típusú autokratikus rendszerek nemzetközi példázatai alapján azért nagyon sűrűn előfordul, hogy a rendszerből érkező elit az, amelyik végül a rendszert megdönti, de akkor magyarában a rendszer kapja a kihívást. Én továbbra is azt gondolom, hogy a politikának az ellentörténet az baloldalról jön. Ez persze lehet, hogy csak a személyes identitásomnak a eredménye, de ez egy örök meggyőződésem lesz és, a világnézet megúszását én sem tartom. Elégnek a... Vagyis mihez elégnek? Az egy fontos kérdés. Tehát ahhoz elég, tehát a, elége a magyar Péter, ezt kérdezted, most már az világos, hogy sokkal több minden elég, mint én valaha gondoltam. Vagy mi nagyon sokan gondolták, azt hiszem. És nem tudjuk, hol van a teteje annak, amihez elég a magyar Péter. Még az is lehet ahhoz, hogy a rendszer megbuktatása az egyszer elég lesz. Mert egyszerűen többen, többeknek lesz egy ilyen erkölcsi elvárás, hogy már nem politikai ilyen értem, hanem erkölcsi elvárás, hogy ezek ne lopjanak többet, meg nem tudom, mik a kulcsszavak ilyenkor, ne rohasszák tovább az egészségügyet, nem tudom, mivel lehet ezt integrálni. Többek lesz egyszerűen ez elég, mint amennyien ö, a maradásom mellett vannak. Az, hogy az ország kormányzása lehetséges -e világnézet nélkül, azt én ezen tartom, és távol is az a technokrata kormányok során, mert azért vannak kérdések. Mit gondolsz az abortusról? arra valamit mondani kell. Mit gondolsz az eutanáziáról? Hát nem kell feltétlenül valamit mondom, ez nem annyira most a Karsai Dániel miatt ugye politikai napi van a kérdés, de ez nyilván nem érint. Az a magyar embereknek nincs a legfontosabb problémái között. Az abortusz ugye az egy világnézeti kérdés, hogy ehhez mit kezdesz. Mit gondolsz a sztrájkról? Lehetne majd sztrájkolni ebben az országban. Mit gondolsz arról, hogy nem tudom. Tehát, hogy van, vannak olyan, egyszerűen olyan szimbolikus világnézeti ügyek, amelyekben valamit visszaállítanád a halálbüntetést. Tudok még ilyet tizet mondani, ami, amik minden esetben azért egy ponton eljön az, hogy valamit mondanod kell, és amit mondasz, az a gondolkodásodból következik. Tehát, hogy milyen országot szeretnél, és, ha, és valóban, hogy szerintem viszont sokáig meg lehet úszni, ez kétségtelen, mert most pont ez a mindegy helyzet van, tehát teljesen inkonzisztens is lehet, tehát egymásnak teljesen elmondó dolgokat is lehet ma mondani, hiszen semmilyen tétje nincs a választók szempontjából, ma nem ez a kérdés, de nem tud tíz évig mindegy lenni az, hogy egy kulcsos adó lesz, vagy több kulcsos adó lesz, vagy lesz-e vagyonadó? Elképzelnek tarthatjuk, tartjuk el, hogy a felső 1%-nál plusz adót vezet be. És sorolhatnánk ezeket a kérdéseket, nem tudom, legalizálnád-e a marihuána használatát? Ezek nyilván az egyik kevésbé fontos, a másik nagyon fontos, a másik húsba vágó kérdés, de mindegyik valahogy kifejezi, hogy milyen világot képzelsz el, és ez lehet, hogy a szavazók nagy többségének lehet, hogy egy részének. Az egyik részének egy részének, a másiknak nagyobb részének, mindegy, a másiknak mindegy. De valószínűleg ezek azok, amik képesek elidegeníteni tőled embereket. Ha igent vagy nemet mondasz ezekre a kérdésekre, és ezek azért nagyon hosszú távon nem megúszhatóak szerintem, hogy uh, igen, mit, mit gondolsz arról, hogy a emeljük-e meg a családi pótlikot? Arról pont azt gond, azt hiszem már mondta is, hogy ö, meg azonnal duplájára emelnék. Ilyen. Igen. Tehát, hogy ezek, és mondom, ezekben néhol még ilyen ellenmondások is vannak. Mit gondolsz a közmunkáról? Mit gondolsz a... nem tudom. Ezekről így végig lehet menni, és ezekből szerintem kirajzolódik majd egy ponton valami, hogy miféle országot akarunk. Most még mindegy szerintem a, a szempontja, hogy mit mond ezekre a kérdések, és akár egymásnak is ellenmondhatnak a, a, a válaszai. Azért az világos Európáról, vagy egyébként az orosz háborúról, nem pontosan azt gondolja, mint a ellenzéki válasz. Azok az ellenzéki válaszok, akiknek eddig a politikusai nagyon egyenesen gondolkodtak ezekről a kérdésekről, az látszik, hogy ezek a egyébként valójában ő nem, nem, olyan típusú radikalizmusból beszél, mint az Orbán Viktor, de hasonló pozícióból beszél, mint az Orbán Viktor ezekben a kérdésekben, és láthatóan ezek nem okoznak problémát a választóinak abban, hogy... De ezzel kapcsolatban szerintem az is érdekes, hogy mint lenne egy ilyen interakció, szóval nagyon alakul a világképe olyan, mint hogyha nem lenne teljesen lefektetve, hogy ő ezt gondolja, és akkor ez így is fog maradni, és hogyha bár nem is ismeri el utólag, hogy jó, ezt most átgondoltam, de hogy az egyenes kommunikációjában megváltozik. Szóval az orosz-ukrán háborúról, amiket mondott, az hát nem teljes Egymásnak ellentmondó, de az utóbbi egy hónapban is nagyon sokat változott, és ugyanakkor a lendülettel ezt így nyilvánosan felvállalja. Töne. És itt szinte ebben van egy nagyon erős olyan érzet is, hogy akkor mi közösen alakítjuk igen, ki valós, most azt, igen. Hogy, hogy, hogy mit gondolunk. Igen, hát ez egy olyan valóság, ahol egy politikussá válási folyamatot végül is így 24 be lehet nézni. De hogy amit mondasz, az annak a következménye, hogy itt valaki egyszerűen így betoppant a politikába, és 1500 kérdésről kell véleményt alkotnia, és nyilván Eddig is voltak, mert láthatóan egy tájékozott ember, nyilván érdekelték a közügyek bizonyos kérdésekben, de hát valóban, hogyha most oda mennél, és akkor felkérdeznéd arról, hogy egyébként drogpolitika Magyarországon, akkor lehet, hogy néhány közhelyen kívül más nem tudna mondani, mert hogy ezeket végig kell gondolni. Nagyon érdekes az, nyilván hogy eddig milyen politikai állításokat tett, de hát azért az is nagyon fontos, hogy mikről nem beszél egyébként. És valóban például az adópolitikáról, amit a Peti mondott, hogy mondjuk fizessenek -e többet a gazdagok, amik például azért mégiscsak egy komoly. Politikai változás lenne Magyarországon, és mondjuk egy baloldali uh, uh, irány lenne, abban mondjuk nem, uh, nem mondott uh, még határozott véleményt, és uh, még nagyon sok ilyen nagy stratégiai kérdésben nem, nem nyilvánított, hát privatizálna vagy, én... vagy privatizálna, vagy államosítana? Mindegy, miről beszélünk. Hát, tehát, vagy, ugye ezeket... a, milyen energiakérdés? energia kérdés, paks, oroszok, az, hogy tehát, hogy nyilván, de ezeket szerintem a maga szempontjából ügyesen is csinálja, hogy még Nagyon. ezeket a kérdéseket. Ja. El kellene ja. azt mondani, hogy megemelem a családi pótlékot, az egy, az egy helyes és szimpatikus vonás, valóban is hát nonsens, hogy az a családi pótlék már valány éve még inflációt sem követ, de hogy, hogy ez pont annak az eredménye, hogy tényleg valaki így Tényleg beesett az utcáról, és akkor így el kell kezdeni. Policia, és nem az van, hogy egy, tulajdonképpen a, az ő politikai színre lépését, é, é, ezt évekkel megelőző, akár politológiai, vagy nem tudom, jogi stúdiumok megelőzék, vagy esetleg egy olyan közösségi formálás, ahol megbeszélik ezeket a kérdéseket, hogy erről meg arról mit gondol. Persze ez abszolút nem is elvárható szerintem, mert igazából most belegondolok, hogy két hónappal a politikába érkezése után mit mondott volna ezekre a kérdésekre, Unhalmi Ágnes vagy nem tudom, Gerencsér Ferenc, vagy... Csak a legnagyobbakról Csak a kemicsi. legnagyobbakról beszéljünk. Akkor, a, akkor azért nyilván megakadunk. Tehát ez egy természetes nyilván, hogy, hogy... Csak ugye nála nyilván a figyelem is ezerszer nagyobb, mint hogy a támogatottság is az talán 2000-rel nagyobb. Tehát, hogy egyszerűen annyira mások nyilván a, 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 az érdeklődések. De mondom, szerintem júni 9-ig ennek az égvilágon Abszolút. semmilyen jelentőség. Szerintem aminek jelentősége van, ö, tényleg ezek a szakpolitikai kérdések, vagy nagypolitikai kérdések, ezek most a következő hetekben nem Lesznek relevánsak. Szerintem két dolgot Magyar Péter biztosan megdöntött, két ilyen mítoszt, és szerintem ez, ez már a, a működésének vagy az elmúlt heteknek a, a, a hozadéka. Hát az egyik, a tényleg ez a propaganda nem fog rajta. Ugye mindig mondták azt, hogy volt egy ilyen ellenzéki felfogás, vagy mondás, hogy hát hogy hát azért nem jön ebbe a közegbe bárki, mert azonnal le, lelövik, meg ráengedik a megafont, és ez, és, és, ez úgy tűnik, hogy nála valahogy nem működik, sőt, mintha kontraproduktív. kontraprodukt. E, ezt nem tudjuk le, ezt, le, jó, ezt, ezt még, majd, ezt szerintem. jó, ez, ez ezt ez nem tudjuk. Ezt szerintem annyit tudunk, de hogy, az, azt, azt látjuk, annyit tudunk hogy, hogy, őt, hogy ellenzéki szavazók között nem működik egy. Igen, de szerintem. hogy őt se nagyon darálja le. Sőt, olyan néha, mintha ezt valahogy élvezné, Itt azért a debreceni beszédben is ö, voltak olyan utalások, mintha azt szeretné, hogy ez még, még nagyobb balhí vagy még nagyobb legyen a hangja. Tehát, hogy szerintem itt a, a, a propaganda kezelés hatásban már van, van van egy ilyen. A másik meg ez a vi menjünk vidékre, amik ugye állandóan előkerültek az ellenzékbe, egy, egy, amikor ránéztek egy szavazási térképre, hogy hát, hogy vidéken na nagyon rosszak az eredmények, és akkor valahogy ezt az intézményesült és állami támogatással működő ö, ellenzéki oldal valahogy nem tudta é, megtenni, vagy, vagy, vagy ilyen, nem tudta ott a csápjait, meg a gyökereit És hát úgy tűnik, hogy tényleg egy platós autóval, hát csak, ö, ö, csak tetős autójuk volt, és ez biztos akadályozta ezt. A... Még visszaugorva addig, hogy vannak témák, amiben nem ismerjük a véleményét, vagy legalábbis jó lenne tudni, hogy mit gondolnak. Ugye ehhez egy vita nagyon sokat tudna segíteni, amiben muszáj lenne olyan kérdésekben is, amit mondjuk ő saját magától nem szívesen hozna be, reagálni, hogyha megkérdezik ellenfelekkel. És ugye itt van ez a vita, amit tulajdonképpen ő kezdeményezett, mert hogy eredetileg Orbán Viktor és Gyurcsen Ferencet hívta ki, majd ebből lett az, hogy akkor az a vezetőkkel, és most ott tartunk, hogy tegnap azt mondta, hogy ha tíz napon, belül a közmédia nem hívja őt meg, hogy ez a vita megtörténjen a közmédiában, akkor egy tüntetést fog rendezni a Kunigunde utcában. Ugye eddig úgy tűnik, hogy a tüntetések és sátrazásokkal egész jól ellen tud állni a Kunigunde utcai épület, de nyilván ez most egy másfajta kihívás valószínűleg. Egyrészt jó lenne neki egy ilyen vita, pont azért, amiről beszéltünk, hogy akkor akár olyan kérdésekkel is szembesülhetne, amit igyekszik elkerülni, stratégiailag megfontolt szándékból. Másrészt pedig, hogyha ha nem fog kiállni, mert mondjuk a köztévé nem hívja be, az a veszíthete, mert hogy lesz egy olyan olvasata, hogy ahogy a Fidesz ő sem áll ki. Ez nagyon érdekes, szerintem, ahogy kezelés, ez, ez szerintem látszik, hogy a politikai ösztönei nagyon erősek a Egyrészt én újságíróként nyilván azt gondolom, hogy ez a helyes, azt, mint a vita, azt tartanám helyesnek, ha a politikusok összemérik. Egymással szembe állnak, egymás kérdéseire, és ez következik abból, amit én gondolok a világról. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez ma választói elvárás. Tehát például, mikor a Dobrev Klára kiposztolja, hogy hanyadik vita felkérésre mondott, igen, én nem gondolom, hogy a fejükhöz csapnak a választók egy része, én csak a negyedik, most már negyediket is elfogadtam, akkor ő az. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy picit a választói elvárásoknak nem tudom, hogy még az-e, hogy vitatkozzanak, vagy inkább az a mondás, hogy takarítsátok el őket. Tehát, hogy igazából már bizonyos típus választói csoportom az a vád, hogyha Fideszessel beszél valaki, nem hogy az legyen az elvárás, hogy Fideszessel beszéljen valaki. Tehát ebből a szempontból én nagyon kíváncsiak, hogy egyáltalán létezik-e még ilyen választói elvárás széles rétegekben vitatkozom. Nem azt állítom, hogy nincs egy olyan elvárás, elvárás, hogy enélkül nem lehet komolyan vettő politikus valaki, hogy nem győz vagy veszít egy vitában, Donald Trump is túléli, azt hiszem, hogy nem ezzel mulatja minden idejét. Tehát, hogy ebben én bizonytalan vagyok, hogy van e ilyen elvárás. Viszont, amit az ügyen magával csinál, ugyanis politikai stratégiai értelemben én azt gondolom, most elvonatkoztat a saját morális meggyőződésemtől, hogy helyes az ő szempontjából. Ezt csinálja, hiszen kockázat semmi oka nincs kockázatot vállalni. Abba azokkal szemben, akiktől viszi a szavazókat, hogy esetleg visszaadjon szavazókat. Tehát ebbe, hogy ő kerüli, én értem azt, hogy mi az ő politikai logikájuk mögötte, ha elengedjük azt a morális meg erkölcsi meggyőződésünket, hogy szerintünk ez egy minimum, vagy szerintem ez egy minimum lenne, vagy egy minimum elvárás. És viszont, hogy hogy ezt a helyzetet viszont még a maga javára fordítja, azzal, hogy végül ő lesz, aki a vitáért a legtöbbet teszi a közönség szemben, hiszen ezrek lesznek kint értelemben, mert eddig minden nem kell nagyon, hogy mondjam, sokat kockáztatni. Nem tud olyan városba menni, ahol nincsenek, legalábbis megyei jogú városba, ahol nincsenek ezrek ott, ahol megfordul. A Kunigunda utcában is ezrek lesznek, ha éppen ott van, és gondoljunk bele, hogy tíz nap. Tehát már május 19-nél tartunk akkor, mikor meghirdeti, akkor újabb egy hetet nyer, és már május 20, és már túl is vagyunk a vitákon valójában, mire ő kivezénye, vagy az ő hív embereket a kunigunda elé, és a kunigunda meg nagyobb nyomás lesz, mint korábban, nem fognak vitát rendezni értelemszerűen, de hogy máshogy fog kinézni, mint mikor kilencen sátrasztak, vagy... Biztos, hogy benne, nem fognak vitát rendezni? Hát az egészen. Tehát, hogy a Kunigundába Deutsch Tamás, Magyar Péter, Dobrev Klára, hát azt, azt mint hogy itt ülök. Bár mondom, atipikus kampány, és én szoktam mondani, hogy a, nem, de, hogy a, képzelhetetlen most már elképzelhető, de hát azt fogalmazunk, hogy az tényleg nagyobb meglepetés, mint Gyurcsány Ferenc visszavonulása. Tehát a, akkor fogalmazunk, így idáig puhítom az állításomat. Amit kérdeztél, hogy jó-e neki a vita? Persze, hogy jó. Tehát, hogy bár ez hozzá kell tenni, hogy az nagyon-nagyon fontos, hogy ez a vita pontosan hol lesz és kik között lesz. Mert ö, ö, ellenzéki vitát láttunk, és itt Azért de hogy pedig... azt mondta, hogy jó lenne neki egy ilyen vita helyzet? Hát persze, mert azt tudja mondani, hogy én hoztam össze ezt a vitát, ha ott van Dajcs Tamás. Ja, hogy a teljesen van... megvalósul. Ja, tehát ha, hogyha, ugye, ott, és... hogyha, úgy valósul meg, ahogy ő igen, szeretne. Azt nem 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 akartam mondani, hogy igen, nagyon igen, nagy különbség. ja, igen, 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 Olyan vita között. Persze, az egy nyertes a, pozíció. Az Abba nyertes bele is menne pozíció. nyilván, igen, igen. Ez nem és, és bármelyik csatornán én azt gondolom, hogy ha azt a közmédia még nem akarja megszervezni, ám de mit tudom én, RTL például, meg akarja, meg, meg, ők, és ők benne Vagy még bahagyongó. inkább a partizán, amelynek ugye a kiemelt média partizán, kiemelt. Igen, csak oda a Deutsche Tamás biztos fog emberi. Igen, ez igaz, igen. Tehát, hogy, hogy az, a, az a kérdés inkább, hogy ha, ha, ha ne, az a Deutsche nagyon érdekes szereplője ennek a vitának, hogy ugye arról nem, nem tudjuk, hogy ő pontosan hova menne el. Ugye itt az, hogy most lesz-e vagy nem lesz vita, itt azt nem tudjuk, hogy a köztévé ezt tényleg nem akarja megszervezni, és Dajcs Tamás, a, ugye azt tudjuk, hogy a partizánban nem menne el, de mondjuk elmenne az RTL-be, vagy az ATV-be, ezeket nem, nem, nem tudjuk jelen pillanatban. Uh, viszont hogyha megvalósul egy olyan vita, ahol ott van Dajcs Tamás, meg ott van Magyar Péter, akkor Magyar Péter azt tudja mondani, hogy a vitától függetlenül, hát, bocs, ezt a meccset én megnyertem, hiszen ezt mégiscsak összehoztam. Hát, mikor volt, gyerekek, olyan, hogy fideszes politikus kiállt egy vitára, és akkor majd lehet itt, nem tudom, éveket visszaszámol. Ez, ez az egyik, de az, hogy tényleg ez a vita hogy valósul, kikkel valósul meg, uh, ezt a vitát rettenetesen ki lehet herélni, tehát lehet, hogy a közmédiában valami olyasmit... Ja, komoly... igen, hogy 5 percet mindenki majd fölmondhat. Hát igen, ott, van van tizenvalahány epilista vezető, mindenki kap majd ja, ja, ja. 40 másodpercet, megkérdezik, hogy ön a, a, Európai Unió biztonságáért mit tenne, tessék, akkor Magyar Péter. Egyébként még ebből is, ebb, ebből a helyzetből is ki tud jól jönni, mert akkor nyilván a vita napjára oda viszi a közönségét. Kizárt, hogy elfogadná a feltételt. Tehát az eddigi politikai nekem nem az következik, hogy 40 másodperc után abba hagyná a beszédet, hogyha egy ilyen helyzetbe kerülne. Már csak is tartom kevésbé valószínűleg. Akkor, akkor viszont meg az lehetne a só, vagy ott tudna tovább menni a valóság, show, hogy nem hagyja abba a beszédet, és akkor bele kell folytatni, és akkor... szóval ez egy érdekes helyzet lenne. Abszolút, és egyébként... Csak akár... azt, azt akartam ezzel mondani, hogy, hogy a közmédián lényegében bármilyen feltételekkel ő nyertesként tudna abból ö, kijönni. Nagyon kockázatosnak látok egyébként Dajs Tamás helyzetét, hogy bemenni egy olyan vitába, be, ahol ott áll vele szemben négy-öt ellenzéki politikus, akik egyébként lehet, hogy a, a bicepsüket ott azon akarják megmutatni, hogy ki, hogy bánik kell, Dajcs Tamással. Ha ezért lenne tök jó lenne politika még jobban az országban, mert valójában az ilyen viták, amik olyan országban zajlanak rendszeresen, ahol ez még része a demokratikus politikai kultúrának. Ugye nagyon érdekes mindenkinek a pozíció választása. Valóban, amit a Gergő mond, ugye, kell, tehát valójában nem Magyar Péternek lenne a legnehezebb, hanem Dobrev Klárának, Donátonnának, Torockai Lászlónak. Mit csinálnak? mind neki mennek, Dajcs Tamásnak? Hát nem tehetnek mást. Mert most nyilván elméletileg játszunk, csak hogy milyen érdekesen. Vagy mind neki mennek Magyar Péter. Na de igen, de ugye, ugye ez mit jelent? Ha mindenki megy Dajcs Tamásnak, ez a választói elvárás. A Fidesz ellen vagy. Na de, hát de neki nem a Fidesz vitte el most a szavazóit, hanem Magyar Péter. Ha végighagyják Magyar Pétert, akkor viszont az a Magyar Péter, aki győztes pozícióval kezdi az egészet, ugye neki már nincs kockázat benne. Ha Magyar Péternek mennek neki, akkor a szavazóik másik fele kérdezi, hogy te, mi történik itt? Szóval most ilyen hipotetikus dolgokra talán fölösleges is, de, de nagyon érdekes, viszont a, már tovább puhítom az állításomat, amely azt mondta, hogy el, ugye, puhítottam addig, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonulásához eh, eh, tartom egyenrangúan valószínűnek, de a török példa nagyon érdekes, a, most messziről jöjjünk, Ugye Erdogan az utóbbi időben már találkozott az ellenzék a legutóbb az önkormányzati vagy a helyhatósági választásokon győztes ellenzék egyik vezetőjével, és további találkozókat ígért, illetve még lehetőséget lát arra, hogy bizonyos bebörtönzött emberjogi aktivisták szabadon bocsátására is egyeztessenek. Miért? Ugye eljött egy olyan pont a rendszer történetébe, amikor a további radikalizálódással nem menedzselhető már a fenntartása, ezért azt tartja a rendszer fenntartásának zálogának, hogyha puhít rajta. Nyilván ennek is több stratégiai cél van. Egyrészt ugye a isztambuli polgármester és a párt vezetője közt próbál egy aszimmetrikus helyzetet létrehozni, hiszen csak az egyikkel találkozik, hát ha a másikkal, hát ha kettő között létrejön valamilyen konfliktus, amivel gyengül az ellenzék van egy ilyen belső stratégia is nyilván mögötte, de elsődlegesen azért az látszik, hogy valamit csinálnia kell, mert túl nagy jelenleg az ellenzék felhajtó ereje, és ahhoz, hogy magabiztosan hatalma végéig, és vagy esetleg folytatás reményében, ezt nem tudjuk, képes a rendszert megtartani, valamilyen más típusú politikát kell választani. Magyarul ezzel csak azt akarom mondani, hogy minden, amit ma kizárok persze, az nem jelenti azt, hogy egy hét múlva, vagy három hét múlva, vagy egy hónap múlva is kizárható, mert egyben biztosak lehetünk, hogy az Orbán Viktorék fejében mindig a hatalom megtartás van, hogy annak az eszközrendszere éppen mi, az, az ebben a 14-ben is, ha visszanézünk, nagyon eltérő eszközrendszerekkel tartották föl a hatalmat, nagyon más radikalizmusokkal, nagyon más megszorításokkal, nem mindegy, ez csak példaként, hogy ami ma elképzelhetetlen, az nem biztos, hogy holnap is elképzelhetetlen, vagy jövő héten is elképzelhetetlen. Hát a Tamásnak, meg a Fidesznek lenne kockázat ebbe a vitába, tehát nem, nem biztos, hogy hát csak da, da, Deutsch, Deutsch Tamás egyébként a legalkalmasabb ö, politikus a, a, Fideszben egy ilyen ö, vitára. Nem, nem, is tudom ezt hirtelen elképzelni, hogy hogy tényleg, hogy hogy tudná ezt a helyzetet kezelni, hogy ott tényleg, hogy nagyon sokan neki támadnak. Szerintem könnyedén. Könnyedén? Én nekem azon, igen. Tehát ugyanazokkal a panelekkel elmenne, neki a sajátjaihoz kell beszélni, egy darab más emberhez, sem csak Fidesz szavazókhoz. A, amit Te. a Peti mondott itt, hogy a, a választói elvárások, hogy hogy mennyire van egy ilyen vitával kapcsolatban, ott szerintem azért az előválasztáson azért az látszott, hogy sokan nézték ezt a vitát. És én, én, én Többen, nekem... mint ahányan szavaznak az ellenzék, ezt mindig fontosnak tartom. Tehát az, hogy azok, akik egyébként is a tiéd mit várnak el, az olyan a szempont mindegy, hogy ők azt is megbocsátják nekik, ha nem azt csinálod, hiszen úgyis rád szavaznak. Tehát valójában itt mindig az a kérdés nem az, hogy a tiéd mit szeretnének, hiszen azok a tieid, hanem a következő rétegek mit szeretnének, akik számodra potenciálisan elérhetőek, mert onnan jön az a plusz, amit hozzá kell tenni. Uh... De abban az előválasztási vitába a, a, a Márk a Péter mindkétszer elég jól szerepelt. És például az első vita, az atv vita, amikor ugye ott voltak öten, azt hiszem, a, ott a, 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 a emlékeim szerint ő volt a meglepetés ember. Éppént ő, ő, ő úgy viselkedett, megjegyezhető mondatai voltak, egyáltalán nem lehetett azt érezni, hogy a szemben például Dobrev Klárával, hogy a nem tudom, az ő mondatait valamilyen patika mérlegen, vagy valamifajta robotpilóta módban adja elő, hanem ott egy 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 ilyen húsvér politikus állt, aki mondta a maga dolgait, egyébként ott különböző szélsőséges állításokban nem ment bele, ami egyébként máskor azért megtörtént vele, de hogy kifejezetten jól szerepelt, és nekem egyébként az a véleményem, hogy az a szereplés, meg aztán a, a, második, a második vita már kevésbé, ott inkább azt kellett neki megakadályozni, hogy Dobrev Klára ne rohanjon rajta át, ami egyébként ezt is meg tudta csinálni. Tehát, hogy valahogy mind a két vita az ő végső győzelméhez valamilyen szinten hozzájárult, nyilván nem ez volt a döntő, de valamilyen szinten hozzájárult. Van ez a Mandela-effektus, aminek az a lényege, hogy emberek tömegei arra azt gondolják, hogy valami megtörtént, pedig valójában nem. Szerintem lesz ez az a magyar Péter-effektus, hogy emberek tömegei nem fognak emlékezni olyan dolgokra, amik megtörténtek, mert magyar Péter kitakart <laughs> őket, és most egy kicsit így járt a Xi Jinping ideérkezése, ami kimaradt sajnos a mai adásunk témájából, mert magyar Péter mellett nem jutott végül rá idő. Úgyhogy a rózsaszín farok következik. Tő, én több hírt is uh, alkalmasnak gondoltam ide. A, a, a múlt hét híre volt, de ez mindenképpen jez, jegyezzük meg, hogy uh, Kulka János lett a, a nemzet színésze. Ez, ez számomra egy nagyon fontos hír, de hogy aktuálisak is legyünk. Én egy olyan hírt hoztam uh, ebbe a rovatba, Ma, a, ami engem nagyon sok mindenről elgondolkodtat, és valahogy azt gondoltam, hogy a Petinek is kedves lesz ez a hír, mert ő ilyen tech-pesszimizmus, tech-optimizmus tekintetében ö, mindig szokott ilyen ezeket elővezetni, és ez, ez egy olyan hír, amit tulajdonképpen, hogyha egyik oldalról nézzük, akkor lehet optimistán is nézni, másik oldalról meg pessimistán. Egy, 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 egy francia kis faluban ö, egy egy eltűnt ö, ö, hölgyet a, a, a Google segítségével találtak meg. Ez egy hételei hír volt. Az, a, az volt a történet, a, hogy egy ö, idős hölgy ö, ö, eltűnt négy évvel ezelőtt egy pici francia faluba, és ott bevetettek mindenféle a 21. századnak a nyomozati eszközét, tehát drón kamera, helikopter, kutya, minden, sehol sem találták meg, és már, már le akarták zárni a nyomozást, amikor ö, valami banális ö, véletlen folytán ö, a, meglátták azt, hogy a, a Google kocsia, ami csinálja ugye ezeket a felvételeket a Street View-hoz, pont azon a napon haladt át a városon, és nagyon érdekes módon ezt az idős hölgyet e, pont e, úgy, elkapta, és azt mutatta, hogy megy át a, a szomszédjához. És akkor a rendőrség e, fogta magát, és átment a szomszédhoz, ott alaposan felkutatták a kertet, és valóban ott az, az egyik bokor mögött e, felteltően az idős hölgy elesett, ott megtalálták a két éve e, oszló holtestét. És hogy ezt... E, e, ez, ez, ez a hír, aminek persze van egy olyan olvasata, hogy pozitív hír, mert végül is megtaláltak egy eltűnt, megoldódott egy rejtély, az engem nagyon elgondolkodtatott, hogy tulajdonképpen ugye milyen irányba megy a, megy a világ, hogy tulajdonképpen egy emberek által elvégzett, vagy ebben az esetben ellen végzett munkát egy ilyen technológia oldott meg. És hogy ez jó vagy rossz, tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy itt valahogy a, a rendőrség nem, nem vizsgált át egészen alaposan a, a falut, vagy, vagy ennek a vidőshőgynek a, a közvetlen lakókörnyezetét. Tehát azért mégiscsak a szomszédba átmenni és ott alaposan megnézni a dolgokat, az, az talán nem egy ilyen magas elvárás, és akkor ilyen értelemben azt is lehet mondani, hogy, hogy ugye mégis a, majd ezeket a hiányosságot a technológia fogja megoldani, és hogy ez nem biztos, hogy egy ilyen jó jövőkép, hiszen, hiszen mégiscsak a, a tunyulásra, meg a nem tudom, milyen irányba mutat. Ugyanakkor meg, ugyanakkor meg azon gondolkodtam el, hogy a, hogy ez a banális, a banális effektus, ami, ami, amit szerintem nagyon alábecsülünk a, az életben, és nem becsüljük eléggé, és nem becsüljük akár a pozitív vonásait is, hogy ebben a történetben milyen szépen benne van, hogy. hogy, hogy. És ez, 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 én, én, amikor ezeknek a technológiai kérdésekről, meg a, meg a jövőről beszélünk, és nagyon valóban a. a, a a nagyon távoli jövő, ezek az algoritmus, meg nem tudom, miatt eléggé borúsnak. Tűnik azért mégis ezek a, ezek a banális történetek valami hitet adnak abban, hogy az emberi tényezőt, akár a, 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 a hibázásban, akár abban, hogy mégsem lehet mindent kiszámítani, hiszen itt valóban a Google találta meg, vagy a Google oldotta meg ezt a rejtét, de hogy mégiscsak valahogy a, a drónok meg a hőkamerák még, mégsem tudták ezt a ezt a rejtét megoldani. Tehát, hogy, hogy ez a, ebben a, történetben nekem ilyen dimenziók nyíltak, és, és jó volt erre egy, egy picit gondolkodni. Úgyhogy ezért hoztam ezt, hogy, hogy még sincs minden veszve. Annyival árnyalnám, hogy most nem a technológiai kérdésre, de ugye a Kukános Nemzet Színészi Választás után Vinyászky Attila nem tudta felhívni a fia ballagására hivatkozva, ami azért nem nagyon tudok elképzelni. Hát, hogy mondjam, Vigyánszki a tilánka. Hát, és az az RTL klubos nyilatkozata, ami. Igen, a... de azt mondom, hogy az ő, az ő nem tudom, mi, mi folyik a fejében már, de, de nagyon távol van attól mindentől, amit egy nemzet címmel ellátott intézmény vezetésében lehet gondolni, azt hiszem. Én meg egy kicsit spoilereztem meg egyébként valójában, mert az Erdogánt előre elmeséltem, mert ezt akartam csak mondani, hogy Valójában az ilyen típusú autokratikus rendszerek, mint ahogy a törököt is mondjuk, és ugye el van könyve, hogy az csak diktatúra felé tud sietni, amit még mindig ne zárjunk ki persze, de közben az látszik, hogy a választói nyomások és az emberek akarata egy ponton képes, amennyiben elégségesen nagy, bármilyen nagy erőforrás fölényel szemben képes valamilyen politikai változást elérni, még ha az minimális is, még ha az végül hazug is, még ha az lehet, hogy visszavezet az eredeti állapothoz is, de az van, hogy valamiképpen reagálnia kell még egy ilyen típusú rendszer vezetőjének is arra, hogy az emberek nagy számban kinyilvánítják a politikai akaratukat, és az nyilvánvalóan ellentétes azzal, amit ő akar, szóval ennek szerintem vannak sok sokféle értelemben. Én rövid leszek, a héten derült ki, hogy lesz új gyűrű rész, a Peter Jackson producerkedésével, ami nyilván egy csodálatos hír, hiszen ő csinálta az eredeti trilógiát, még rendezőként. Számomra ez volt a hét híre. És ezzel zárjuk, köszönjük a figyelmet, sziasztok! Ez volt a mai háromharmad. Ha valamivel egyetértettetek, vagy nem értettetek egyet, írjátok le kommentben, lájkoljátok like a videót, és iratkozzatok fel a 24 pontú Youtube csatornájára.